A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Egint magazint látják. A mai műsorban megnézzük, hogyan zajlott az autizmus világnapja, ajánlunk Önöknek egy táncos programot, illetve ellátogatunk egy ajándékkoncertre is. Tartsanak velünk! Április 2-án volt az autizmus világnapja. Az Arany János iskola programsorozattal hívta fel a figyelmet az autizmus fontosságára. Népzenei dallamok zengték be az Arany János Egymi Autista Intézményi Egység előterét március 25-én. A Herman László Zeneiskola nem először látogatott el az iskola fiataljaihoz, ezúttal az autizmus világnapjához kapcsolódóan szervezték a közös programot, melynek lényege egymás megismerése, elfogadása. Április 2-a az autizmus világnapja. Itt az Arany János Egymi Budai úti intézmény egységében autizmusban markánsan érintett gyerekek tanulnak, 103 kisdiák van itt nálunk, és az idén másodszor jönnek hozzánk a Herman zeneiskolából gyerekek. Tavaly a ilyen kicsit modernebb zenészek, az idén pedig a népzenei tagozat jön hozzánk, hogy közösen egy kicsit a zene által kapcsolódjunk az autizmus és a neurotipikus gyerekek. Ezt hogy kell elképzelnünk ezt a programot, mi ez pontosan, és hogyan kapcsolódhatnak ez az autizmussal élő gyerekek? A zeneiskolás gyerekek zenélnek nekünk, és megismerjük egymást, megismerjük a hangszereket, és próbáljuk így kapcsolni, hiszen a zene az mindenkinél egy közös nyelv, és ezáltal egyformák vagyunk a zene által. A programot a Herman László Zeneiskolával közösen hívta életre az intézmény. Tulajdonképpen én személyes küldetésemnek is érzem azt, hogy az egészséges gyerekek, és azok a gyerekek, akik autizmussal születtek, ugyanolyan értékrend és érzelem és tanulásban részesülhessenek, akár zenében, táncban, vagy a művészetek egyéb ágában is mutatkozik ez meg, és egyébként nekem is személyesen van 2 autista tanítványom, és nagyon-nagyon jó azt látni, hogy minden egyes nappal megfejlődnek valamit a zene által is, úgyhogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a mai napon minden itt lévő gyermek, kisebb-nagyobb gyermek fejlődni fog a zene által, és készültünk egyébként daltanulással is, úgyhogy nagyon-nagyon bízom abban, hogy aktívak lesznek majd, és hát milyen dal tanulhatnánk így a húsvéti ünnephez közeledve, hát húsvéti dalt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyermeknek esélyt kell adnunk, hogy ugyanúgy tudjanak fejlődni, és megkaphassák ugyanazokat az értékeket, mint mondtam az elején, akár egészséges, akár valamilyen vele született betegséggel éli a napjait. Mit ad egyébként pontosan a zene mindannyiunknak, mert hát a zene, ahogy szokták volt mondani, az mindenkié. Hogyan fejlődhetnek úgy egyébként a gyerekek a zene által? Mi az, ami ilyenkor benned van, az a segítő készség és az a segíteni akarás? Hogyan segítetek itt ilyenkor a gyerekeknek, és milyen hangszereket ismernek? Én azt gondolom, hogy aki zenét vagy egyéb művészetet tanul, az sokkal inkább tud közösségben gondolkozni és dolgozni. Ezek a gyerekek nagyon-nagyon figyelmesek egymás iránt is, illetve nagyon érzékenyen reagálnak egymásra is, illetve a világban történő eseményekre. Úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatok, kis közösségek alakulnak ki, és hát nálam is vannak olyan gyerekek, akik már 7-8 éve járnak hozzám, egészen pici korukban kezdtek el zeneiskolába járni, van, aki nagy csoportosként például,
és gyakorlatilag a zeneiskola már egy második család lett ezeknek a gyerekeknek, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez az intézmény is egy második család tud lenni az itt tanuló gyerekeknek, és abban is nagyon bízom, hogy ezzel a kis koncerttel, amit most fogunk tartani, azt fogják érezni az itt tanuló gyerekek, hogy szeretnének a mi családunk tagjai lenni, és szeretnének ők is akár a zeneiskola nagy családba tartozni, mert tulajdonképpen ez lenne a fontos, és ez is a fontos, hogy minél inkább boldogok tudjanak lenni, és hát tudjuk jól, hogy az éneklés, a zenélés boldogságot ad a gyermekeknek is, és a felnőtteknek is. A program fontos üzenete, hogy a zene az a mi közös nyelvünk, ezáltal pedig egyformák vagyunk mindannyian. Aki pedig zenét vagy egyéb művészetet tanul, könnyebben tud közösségben gondolkozni és dolgozni. Április 29-én pedig lesz a Tánc Világnapja. A Fehérvári Táncosok Szövetsége ez alkalomból immár harmadik alkalommal szervezi meg a Fehérvári Tánc ünnepet a belvárosban. Harmadik fehérvári táncünnep hamarosan itt Székesfehérváron. Ezzel kapcsolatban jött hozzám beszélgetni Barta László, a Fehérvári Táncművészek Szövetségének elnöke. Örülök, hogy itt vagy. Örülök, én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát örülök, hogy újra beszélgethetünk erről a témáról, hiszen most is készültök, most is lesz táncvilágnapi felvonulás, egy kicsit akkor majd beavatjuk a mostani program részleteiben a nézőket, de egy picit menjünk vissza a múltba, és talán arról, ha már említettem a Táncszövetséget, egy pár mondatot meséljünk erről. Jó, hát a múlt az már hál' Istennek lassan 5 éves lesz, mert 2019. novemberében alakult a Fehérvári Táncszövetség, a Fehérvári Táncművészek Szövetsége, és azóta próbálunk egy közösségben mindenféle programokat és mindenféle fehérvári jót tenni a tánc érdekében, egyre szélesebb körben támogatva, önkormányzat által az első pillanattól kezdve, és polgármester úr által, illetve most már egyre több csapat, aki csatlakozik hozzánk, szövetségi tagként, vagy éppen pártoló tagként, illetve hát azt érdemes tudni, hogy akkor, amikor indultunk, akkor volt 44-45 táncklub. Ezt a Covid egy kicsit megtizedelte, úgyhogy lett 38, tehát most olyan 36-38 táncklub működik Fehérváron, akik nem mind, természetesen nem mind a szövetség tagja, de mindegyik a Fehérvár tánc életének színes képviselője, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, hogy hangot tudunk adni annak, hogy mindenki létezik, mindenki van, mindenkinek táncosai vannak, sokan vagyunk, úgyhogy ennek felbuzdulásán indult el egy kicsit a múltba visszatekintve az első Fehérvári Táncválasztó, ugye az volt az első nevünk. Aztán azt egy kicsit kinőttük, és lett belőle Fehérvári Táncünnep, és akkor ez immár a harmadik. Tehát igazából 4 éve szervezünk ilyen táncvilágnap környéki, április 29 ugye a táncvilágnapja, és azóta szervezünk programokat ez erre a napra. És hát ebben az évben sem lesz ez másként, most hétköznapra esik, ez egy hétfői nap lesz, de délután itt szeretettel várunk nem csak táncosokat, hanem mindenki mást is, szeretettel várunk majd erre a felvonulásra, és most ez egy belvárosi program lesz, ahol táncbemutatók is lesznek, tehát a megszokottól eltérően nem megyünk ki a köfénbe, nem megyünk több helyszínre, hanem bent maradunk a városvezetés és az önkormányzat jóvoltából a belvárosban egy színpaddal, és a magyar király előtt programokat szervezve táncbemutatókat fognak látni a kilátogatók, illetve hát a felvonulásra is nagy szeretettel várjuk már az összes olyan fehérvárit, aki táncolni szeret, vagy akár csak nézni szereti a táncot, de mindenképpen örülnénk, hogyha velünk vonulnának fel. És ez az időpontot gyorsan belenézek, de ha jól emlékszem, igen, akkor 17 óra 30 perckor fogunk elindulni az Országalmától, és a Magyar Király előtt a sétáló utcán végig sétálunk. Nem egy hosszú túra, Sebbellobbal, Nádi Hegedűvel, most már néptánc is lesz, reméljük, hogy ők zenészt is hoznak talán, illetve hát mindenki valamilyen zajkeltő eszközt mindenképpen, reméljük zene is lesz, és átvonulunk a Magyar Király elé, és hát most már szokásosnak mondható programokat fogunk majd végigvinni.
Akkor egy picit erről beszéljünk részletesebben. Ugye az, amikor a gyülekező szokott lenni, ez már akkora hangulatot szokott teremteni. Igen, igen, nem is sejtettük, hogy már maga a gyülekezés egy nagyon jó program lesz. Ugye ez 17 órától fog zajlani majd április 29-én hétfőn. 17 órától elkezdünk gyülekezni, ott az összes olyan fehérvári tánccsoport, aki szeretne felvonulni, akár a saját egyenpólójában, akár zászlóval, akár mivel, az nyugodtan megteheti a gyülekezést, és ott szokott egy pár mondat elhangozni tőlem, vagy valamelyik szövetségi tagtól, akkor elindulunk közösen, és hát remélhetőleg mondom, én nagyon szeretném, hogy most mindenki zenével. Egy kicsit némában szoktunk vonulni, eddig erre nem figyeltünk, most már szeretnénk, hogyha mindenki hozna egy kis hangulatkeltő eszközt, és zenével, a saját zenével átvonulna a magyar király elé. És ott pedig 17.45-től szeretnénk felolvasni, ugye, mint ahogy a Színház világnapján, a Tánc világnapján is vannak nemzetközi gondolatok. Ezeket mindig leszoktuk fordítani a nap elején, nagyjából amikor kijön a napra, akkor attól függ, hogy éppen Ausztráliában vagy Amerikában írják meg ezt, szokott mindig máskor kijönni, ezt lefordítjuk, és akkor azt mindenképp felolvassuk, hogy mi is szerves része legyünk a nemzetközi táncvilágnapnak, és aztán pedig belecsapunk, 13 tánciskola fog bemutatót tartani, akik most így úgy gondolták, hogy ők szeretnének ezen a napon bemutatózni is, illetve ez 11 táncstílust is jelent. Nagyon szívesen, nem tudom. Egyet-kettőt azért mondjunk el. Igen, hát a szövetség éléről mindenképpen, akik most nagyon szép eredményeket hoztak, a Phoenix, ők most mindenképpen fel fognak lépni, a Steppenstein Tánc Stúdió mindenképp fel fog lépni, most csatlakozott hozzánk nemrég a Álomtánc Hajnival csapata, akik már a szövetség tagja, ők is mindenféleképpen, a Laguna Társastánctól lesz balett, a Barbarina Ballerina balettiskolából lesz a Megad dance mindenképpen, tehát nagyon színes program lesz, színházi tánc, itt föl is soroltam. Tehát akkor a hip-hoptól elkezdve igen, néptáncot itt akrobatikus tánc, showtánc, hip-hop, akrobatikus rock'n'roll, színházi tánc, salsa, vagy a friend-dance-esek, kortárs modern tánc, néptánc, színházi tánc, társas tánc és klasszikus balett, ez a 11 stílus, ami most megjelenik így fellépőként. Hát ez, ahogy mondtam, ez 13 klub, sajnos még nem mindenki gondolta úgy, hogy ráér, vagy nem csak nem gondolta, hanem nem feltétlenül ér rá, például a Majoros Robiékkal is beszéltünk, ugye ők előző nap dupla előadást csinálnak, tehát hogy ők abszolút a pihenő fázisban vannak 29-én, illetve hát például az Attiláik, az Egerházi Attiláik, a Fehérvári Balett Színház pedig pont akkor előadást tart, tehát ők abszolút a mélyében lesznek, a sűrűjében a táncvilágnapjának a saját előadásukkal, úgyhogy ők onnan üdvözölnek minket az Attila által. De mondom, mindenképp számítunk arra, hogy nem csak táncosok, hanem a táncos szülők, a barátok, az érdeklődők, akik szeretik a táncot, jöjjenek, sétáljanak velünk, nem kell táncolni. De most lehet. Nem is lesz flashmob. De lehet. Igen, lehet táncolni, most nem lesz flashmob, de mindenképpen várunk mindenkit szeretettel. Mi a legfontosabb üzenete egyébként számotokra ennek a napnak? Közösség. Nagyon egyszerűen egy szóval közösség. Én azt gondolom, hogy ha valamit érdemes így csinálni, az a tánc, mert ahogy azt az Attila, például az Egerházi Attila szokta hangoztatni, és nagyon jól, hogy egy olyan nemzetközi nyelv, amit mindenki ért. Uh-huh. Tehát, hogy itt bárki lehet, bármilyen beállítottságú, nemű, kasztú, fajú, rangú, bármi, a tánc az mindig közös. És mi ezt valljuk is, és pont ez lenne a lényege, hogy mutassuk meg egymásnak, meg mutassuk meg Fehérvár közösségének, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy a gyerekeket, felnőtteket érdemes megtáncoltatni, meg az egészséges életnek egy nagyon fontos része a tánc, de mindig, amikor kérdezik, és te is kérdezted, a közösség. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ennél előremutatóbb dolgot, mint közösséget építeni, nem nagyon lehet. Uh-huh. Én legalábbis ezt vallom, és a szövetség és a pártoló tagságok is ezt mutatják, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon szeretik azt, hogy van egy közös előremutató gondolkodás. Természetesen mindig vannak olyan emberek, akik máshogy gondolnak dolgokat, de pont ettől színes és ettől szép ez az egész. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy immár novemberben 5. éve, hogy létezik a szövetség, és tehetünk azért, hogy Fehérvár tánc közössége, tánc élete egyre színesebb legyen.
És hogy említetted is, ugye nagyon sokan tartoznak most már hozzátok, ez jelzi azt is, hogy egyre népszerűbb a tánc. Ugye szerintem mondhatjuk azt, hogy a mi gyerekkorunkban talán lehetett mondjuk jazzbalettezni, vagy balettezni, vagy igen, még egy-kettőt. Hát és három táncstílus volt szerintem, igen. A balett, a néptánc, meg a társastánc. És ezzel úgy nagyjából le is tudtuk azt, amit aztán igen. Szépen sokat fejlődött ez az egész téma addig, hogy most már ennyit minden műfajt fel tudunk itt sorolni, vagy tudtok sorakoztatni. Ugye ez szerintem azt is jelentheti, hogy amit most ti csináltok, ez is lehet egy táncválasztó, ugye mondtad a műsor elején, illetve a beszélgetésünk elején, hogy korábban ennek indult, de aztán azok, akik mondjuk úgy gondolják, hogy most szeretnének csatlakozni, azoknak tök jó lehetőség. Igen, mindenképpen. Lesz ez, nem is gondoljuk másként, hogy ez egy ugyanúgy választó lehet, mint a sportág választó. Csak ugye a Táncpedagógusok Országos Szövetsége, illetve a Táncművészeti Egyetem nagy táncválasztó néven elindított egy programot, amit nagyon nagy örömmel vettünk, és ez nagyjából pont abban az évben, amikor mi elindítottuk. És mi akkor felvettük a kapcsolatot egymással, és megbeszéltük, hogy ezt mindenképpen nem elengedjük, vagy átengedjük, hanem egyszerűen nem szeretnénk konkurálni egymással, hiszen pont a ugyanazon cél elérése a lényeg. Úgyhogy a nagy táncválasztó megmaradt, mint táncválasztó néven, mi pedig átavanzsálódtunk Fehérvári Tánc ünnepén. Azt gondolom, hogy ez egy szélesebb körű, tehát nem csak választjuk a táncot, hanem tavaly például beszélgetés a táncról. Ha valakinek van kedve és a múltat egy kicsit felidézni, akkor a fehérváritánc.hu domain néven van fönt minden olyan régi videónk, ami az előző években volt. Beszélgettünk itt teljesítményről, teljesítménykényszerről, a táncot körülölelő egyéb dolgokról, hogy milyen egy táncos életpálya. Meg lehet nézni ezeket a videókat. Én azt gondolom, hogy ezt folytatni is fogjuk. Ebben az évben kicsit sűrűbb volt a program, mint hogy még ezt ebbe az évben hozzászervezzük, de mindenképpen gondolkodunk hasonlókban, és szeretnénk beszélgetni is a táncról, nem csak lépni a tánclépéseket, hanem beszélgetni, mert a szülők nagyon sokszor kíváncsiak. Tehát nagyon sok olyan téma van még, én elkezdtem beszélgetni akár a saját ismerőseim között is szülőkkel, hogy mik azok a témák, amiket ők úgy megkérdeznének, amit úgy nem feltétlenül kapnak meg. Nem azért, mert nem akarnak róla mondjuk a tánciskola vezetők beszélni, hanem egyszerűen lehet, hogy eszükbe se jut, hogy ez fontos egy szülő számára. És ezekről érdemes beszélni. És mondom, például ez az előző években volt ilyenekről szó, és lesz is még a jövőben. Most jelen pillanatban ebben az évben egy ilyen kis szűkebb, de közben bővebb, mert ugye eddig csak egy felvonulás volt, most pedig már bent a belvárosban színpaddal táncolhatunk, és mindenki, aki Fehérvár belvárosában meg tud fordulni, az része tud ennek lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen ingyenes program, látogatható, akkor jön-megy az ember, amikor kedve van, mindenféle táncstílus lesz, nagyon jó zenék fognak szólni. Tehát ha bárki teheti, és ebből az időpontban ráér, már pedig hétfőn 5 órakor munka után érjünk rá, egy kicsit magunkra is, meg a gyermekeinkre, akkor érdemes kilátogatni, mert tényleg 13 klub, 11 táncstílus, és hát remélem több száz ember. Eddig ez volt az előző évek tapasztalata, hogy egyre bővültünk, 2-3-400 ember azért már felborult az előző években, reméljük, hogy ebben az évben is, aztán majd meglátjuk. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azt tudom mondani, hogy a Fehérvár TV természetesen erről be fog számolni, és mi is végigkísérünk titeket. Önöket pedig buzdítanám arra, hogy természetesen vegyenek részt ezen az eseményen, április 29-én, tehát akkor 17 órától. Köszönöm még. Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel. Jó hangulat, nevetés, ének töltötte be a Köfényművelődési Házat. Az Arany János Egmi tagintézményének diákjai ajándékkoncerten vehettek részt, amelyen az Apacuka zenekar húzta a talpalávalót. Játékos interaktív zenés műsorral örvendeztette meg a gyerekeket az Apacuka zenekar. A koncerten ezúttal a fogyatékkal élő és tanulási nehézségekkel küzdő diákok vettek részt. A zenekar énekesnője és dalszerzője elmondta,
Céljuk, hogy megmozgassák a kicsiket, lekössék a figyelmüket. Találkozzanak olyan apacuka életérzéssel, amit évek óta szeretnénk nekik nyújtani, hogy azok a dalok, amiket ők hallgatnak, vagy találkoznak esetleg az online felületeken, azokat most meghallhassák úgy, hogy én éneklem személyesen, szemtől szembe nekik. A zenés rendezvény a Kisgyémántok Alapítvány jóvoltából jöhetett létre, melynek képviselői egy különleges ajándékkal szerettek volna kedveskedni a tanulóknak a közelgő húsvét alkalmából. Ha ezek a gyerekek úgy nőnek fel, hogy észreveszik, hogy segítünk egymáson, akkor ők is olyan felnőttek leválhatnak, akik igenis segítenek a másik emberen. És egy olyan civilizációt érhetünk el, ahol a gyerekek egy boldog felnőtteké válhatnak ezáltal. És hogyan telnek a mindennapjaitok? Munkával természetesen. Mindig próbálunk olyan programokat szervezni, olyan dolgokat, tevékenységeket csinálni, ami előre mozdítja az egyesületünket, és a gyerekeket boldogabbá teszi. Ezzel a mai rendezvényen egyébként mi volt a legfőbb célotok? A legfőbb célunk az a gyerekeknek az örömszerzése. Mindenképpen olyanba gondolkodunk, olyan a programokat szervezünk nekik, ami által egy örök emléket kaphatnak, és miután ez megvan, úgy gondoljuk, hogy úgy mennek haza, illetve úgy pihennek le mai nap után, hogy ők ezt is átélték, és ezáltal vidámak, boldogabbak lehetnek. A programra három székesfehérvári intézményből érkeztek a résztvevők, az Arany János óvoda és általános iskolából, a Budai úti tak intézményből, valamint az ezredévesből több mint 160 gyermek. Kajfis Szabolcs gyógypedagógus elárulta, a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulók minél több élménnyel gazdagodjanak és játszva tanuljanak. Az Arany János egymi kötelékéből érkeztünk három intézménnyel. Mindegyik gyerekünk valamilyen tanulási nehézséggel érintett. Jöttünk a Szegfi Gyula utcai anyaintézményből, jöttünk az ezredéves iskolából, középsúlyos értelmifogyatékos gyerekekkel foglalkozunk ott, illetve a Budai úti tagintézményből, ahol autizmussal élő gyerekek vannak. Az összlétszám úgy körülbelül 160 gyermeket tudtunk elhozni. Ez most már mondhatni egy hagyomány így a részünkről. Hál' Istennek a Zsoltékkal, a Kisgyémántok Alapítvány, illetve Egyesülettel már nagyon jó a kapcsolatunk, és nem is tudom, harmadszor, negyedszer vagyunk itt, amit nagyon köszönünk. És a gyerekek hogy szokták fogadni? A gyerekeknek ez mindenképpen nagy élmény. Sajnálatos módon sokan ugye a családdal nem tudnak elmenni ilyen eseményekre. Ez viszont olyan, mintha ránk lett volna szabva, tehát itt azért sokkal felszabadultabbak. A gyermekek nagyon élvezik, mi pedig pedagógusok is, hiszen az élménypedagógia az is egy szelete a munkánknak, és így, hogy zenével egybe van kötve egy ilyen zenekarral, ez fantasztikus, mind gyerekek, mind felnőttek részéről. A Köfém Művelődési Ház már nem először adott otthont a rendezvénynek, amelyek természetesen a jövőben is tovább folytatódnak. Tudtuk meg Simon József igazgatótól. Nagyon nagy örömmel biztosítjuk a helyszínt a Kisgyémántok Gyermekeket Támogató Egyesületnek. Nagy Zsolték, aki az egyesület vezetője, évről évre megkeres bennünket kitűnő ötletekkel, és hát mi állunk elébe. Az elmúlt években nagyon sok zenekar lépett fel ennek a rendezvénynek a keretében. Rászoruló gyerekeknek próbálnak meg örömet adni, élményt adni, és ezt a munkájukat mi mindenképpen támogatjuk. Az elmúlt években is támogattuk, és ezután is támogatni fogjuk. Hogyan látod, a gyerekek mennyire örülnek egy ilyen koncertnek? Hát ezt mindig azt szoktam mondani, a színpadon is azt szoktam mondani, hogy ezt fogják fel egy rendkívüli tanórának.
csak nem kell ülni az iskolapadban, itt nyugodtan lehet énekelni a zenekarral, nyugodtan lehet táncolni, élvezzék ezt a mai napot, élvezzék ezt a 45-50 perces koncertet, és hát reméljük, hogy így húsvét előtt élményekkel telve mennek vissza az iskolájukba. A jó hangulat pedig ezúttal sem maradt el. A gyermekek ugrálással, tánccal és tapssal jutalmazták a színvonalas műsort. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.